Sziasztok! Ezzel a videónkkal egy videósorozatot fogunk indítani, amelyben a DaVinci Resolve-val, vagyis a Blackmagic kamerák hivatalos vágóprogramjával fogunk megismerkedni. A kurzus összesen 14 videóból fog állni, amelyet általában hetente fogunk feltölteni. A videósorozatunk elsősorban magát, a DaVinci Resolve programot, annak kezelését mutatja be, tehát nem kimondottan videóvágási kurzus. Tekintettel arra, hogy a szoftver angol nyelvű és bizonyos fogalmak, kifejezések szabatos magyarra fordítása nehézkes, és véleményünk szerint legtöbbször jobban tükrözi az eredeti kifejezés az angol, tehát a tartalmat, amire utal, ezért az esetek jó részében az eredeti, tehát az angol kifejezést fogjuk használni. Természetesen amennyiben szükséges az, azokat magyarázni fogjuk. A DaVinci Resolve a következő oldalon szerezhető be. A DaVinci-nek alapvetően két verziója van, a Resolve, illetve a Resolve Studio. Ezek közül a kurzusunkban az ingyenesen elérhető DaVinci Resolve-val fogunk foglalkozni. Itt jegyezzük meg azonban, hogy maga a DaVinci Resolve a legtöbb alapfunkciót tartalmazza. Bizonyos Blackmagic termékek mellé Resolve Studio licenc jár. A DaVinci Resolve egy kitűnő választás az utómunkához, hiszen egy szoftverben integrálták a vágás, a fényelés, a hangutómunka, valamint a vizuális effektezés lehetőségét. Most pedig kett csinálónak nézzünk egy kis izelítőt a kurzusból. A média oldal, amit elsősorban a fájlok -ok importálására, rendezésére, valamint klipjeink szinkronizálására, de metaadatok hozzáadására, szerkesztésére is lehet használni a cut oldal, ami a 16-os DaVinci Resolve verzió óta elérhető, itt egyfajta stream jellegű gyorsvágásokat tudunk végezni. Legyen az például napi vlogolás, online promó vagy oktatási tartalom. Olyan munkákhoz tehát, ahol a vágás gyorsasága és a közzététele kulcsfontosságú. A tradicionális edit oldal, amely a vágási lehetőségek szélesebb tárházát kínálja. A vágás eszközei mellett természetesen szövegeket, szöveges animációkat is hozzá tudunk adni. Rendelkezésünkre állnak természetesen áttűnések, illetve egyéb speciális effektek is. Bár az előbb említett cut page kétségtelen előnyeire is igaz rövidebben, de majd kitérünk, alapvetően az edit PC-en keresztül fogjuk bemutatni a vágás alapjait, illetve a különböző fogásokat. A Fusion oldal, amely korábban önálló programként létezett, mára a DaVinci Resolve integráns része. A Fusion speciális effektekhez, vizuális effektekhez és motion graphichez is használható. A Color oldal, ahol a fényelés zajlik, vagy angol szakszóval élve a Color Correction, amely a nevéből adódóan a problémák javítását takarja, valamint a Color Grade, ami pedig a művészi része a folyamatnak. Érdemes megemlíteni, hogy talán ez a program egyik legnagyobb erőssége, hiszen eredetileg ez egy fényelő szoftver volt. A Fairlight oldal, amely professzionális hangutó munkát tesz nekünk lehetővé, ahol egy teljes digitális hangmunkaállomás áll rendelkezésünkre. A Deliver oldal, ahol az exportálás és renderelés történik, lehet ez webre, vagy magasabb felbontások és annak megfelelő beállítások esetén, akár filmszínházi vetítésekhez is. Reméljük felkeltettük az érdeklődéseteket, és velünk tartatok. Ne abozzatok, kezdjetek is bele, és nézzétek meg első konkrét oktató videónkat is. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!